Kezdünk is. Szeretném bemutatni a teammate csapatát. Prisma lesz újra Ragnarosz. Nem is baj, hogy nem cseréltek ki. Galung váltott át Zeratúrra. Babs fog healeni Regarral, az orkkal. Justin lesz ETC ugyanúgy a kis metálhős. És Yoda abatúrozni fog. A Dignitasnál pedig Snitch hozza Falstadot. JPL Variannal tankol. Bakery fogja életbe tartani. Ismét Malfurion a csapatot. Zélia Arthas-szal és Mene Leeming-el. Egész jó a helyezkedés, bár az Abatur mid lane eléggé furcsa. És pattanak rá azon az alsó kis Toverre. Szükséges, hogy ezt elhozzák. Ez kell az XP előny minél nagyobbra buzdítása. Ugyanez tükörben másik oldalt fent. Viszont a teammate-ről senki sincs, aki védekezne odafent. Így a Dignitas van egy emberrel kevesebben, talán jobban meg fogják tudni tolni, de egyelőre a teammate vezet, Zélia nem sokat tud kezdeni velük. És le is tud esni. Az akkor pár már érkezik egy nagyobb felmentő sereg. Ha még nem is tudják, hogy mennyire messzire van, a teammate jól teszi, hogy inkább visszajön. Ez a jó hozzáállás. Az első perc, és majdnem fortot veszített a Dignitas a teammate-tel szemben. Mondjuk ennek megvolt az ára, így a teamét. Visszaszívom, nem volt meg az ára, a teamét egy pillanatig volt lemaradva csupán XP-vel, de hamar orvosolták a helyzetet, és most megpróbálják behúzni a fortot, és be is húzzák, a Dignitas nem mozgott be, hogy védekezzen. Másfél perc telt el, és a teamét fortot dönt. Jó, és rotáció, ugye a root megállítja Justin-t az engage-elésben. Ugye JPL most nem Tyrell-re van jó, a kijöjjön, mint az előző felállásban. Most ugye Variannal bemegy, és várja a csodát, hogy a team follow-up-olja, leköveti az ő mozgását. De hogyha ezt nem teszi meg a csapat, akkor egész gyorsan vége lehet. Pedig újabb érdekességet láthatunk, miszerint a teamét játszotta a legtöbb különböző hőst. A West End Clash-en eddig a csapatok közül, ha jól láttam, akkor 28 különböző hőst vonultattak föl. Szinte majdnem mindig mással játszanak, de az a baj, hogy sajnos frontline-ban szenved hiányt a játék, így ETC, Johanna, Muradin, ilyenekkel mindig játszani kell, és ebben nem tudnak újat mutatni, de például egy Abatúrral tudnak újat mutatni. Vagy igen, próbálni. Ő egy ritkább választás. Egy ilyen profi szinten már azért. Érkezik az első tribute, egyelőre a Dignitas próbálja kiszorítani a teammate-et. Arthas pedig fent egyedül tartja a lane-t a Siege Camp-el szemben. Justin ott lehet dicsérni, jól tartja azért. Pedzés felvételét. És Prisma szedi rá azt a camp-et egész egyszerűen. Ezt a tributet a Dignitas elengedi, ketten is lénen vannak kint, középről és fentről hozza a két tank az XP-t a csapatnak. Hajszálnyival vezet a teammate, Dignitas szent XP-ig üleg, JPL lehet bajban, de végül elengedik. Justin csúszik be, és Bakerit próbálja meg beszorítani, de nem volt sikeres a body block, így el tudott menni. Jól jött, hogy az alsó vonalon már nincs ott a fort. Helyzeti előnyben került a teammate csapata, hisz nem tud senki lénenni az alsó vonalon és a XP hátrányt ledolgozni. Nem akkora nagy a XP hátrány, de idővel sokkal nagyobbra nőhet az Abatur szóak, mint folyamatosan. És érkezik a második tribute is. Mind a két csapat hetes szinten ugyanannyi talenttal. Csapatmozgásokból ítélve a Dignitas ezt most már nem fogja olyan könnyen elengedni. Egyedül Falstad van lent, Zélia, aki bármely pillanatban ide tud repülni, ha úgy adódik. Ezt már nem kéne átadni, mert 10-es szint elérése valószínűleg hamarabb pattanhat be a Team A8-hez. Így a 10-es szinten már nem tud jönni a harmadik tribute-ra. Így pont a második az, ami leglényegesebb.
Ha azt meg tudja szerezni a Team Dignitas, akkor tud majd védekezni. De ez hatalmas. És a basszúr tudja levadászni Zélját, Zélját, falsztad belesik. Hoppá, összekevertem a szereteket, nem Zélia falsztad, elnézést. És Bakery megszerzi GP-ját, lehet dicsérni, ahogy az aknát még robbanása előtt hatástalanította. Így megszerz egy az egy az állás, a tribute állás, és mint mondtam, ez nagyon fontos dolog, hogy ez így történjen. De mené hal, adja ott a fogát. Killek tekintetében 2-0 teammate-nek, félszintre nő az XP előnyük. Igen, húznak egyre jobban el a Dim Dignitas-tól. A következő tribute, ugye, amitről beszéltünk, annál már a heroic ability elérhetővé válhat, ezért fontos, hogy a kempeket elindítsa, mert egy nagyobb fight is kialakulhat. Bár... És hogy vajon a Dignitas meg tudja szerezni a 10-es szintet addig? Nem. Addig nem, és ebből ki kell lépni, de így a tribute állás 2-1-re alakulhat, bár időt szeretnének húzni, csak akkor nem snitchnek kéne topoznia. Egész gyors a reakciója a Team Dignitasnak, és a teammate elalszik, átad egy tributot. Pedig lett volna rá lehetősége, hiába, hogy nincs meg a 10. A 10-et tisztelni kell, így a Dignitasnak ki kell volna jönnie, de sokkal gyorsabb volt, és megszerzte ezzel a tributot. Ráadásul belekezd a teammate egy bossba, méghozzá korán, de a Dignitas pont ugyanígy jár el. Ki van ezt számolva ez mind a két csapatnak? Hogy valószínűleg kicsivel hamarabb a teammate tudja indítani a boss-t. Mindenki az adott lényen. És itt a Void Prison, a Sulfurous Smash, a klón, az Ancestral Healing és a táncolás. Egyetértek vele, egyetemben ezt kell volna hozni. Igen, a Void Prison és a Mospit az nagyon jól kiegészítik egymást. Jön a boss. Lent nagyon szeretne a teammate tovább menni, de kicsit bent volt Justin, így nem sok a módot, hogy ki tud jönni. Nagyon fájni fog JPL-nek a tauntja, és a cleanse csak egy percenként érhető el. Következik a tribute, ha amit a Dignitas, hogyha össze tud szedni, akkor kört szereznek, de a helyzetből adódóan nem vagyok benne biztos, hogy megpróbálják elhozni, de nagyon úgy tűnik, hogy bemozdulnak rá. És talán megkaphatjuk a meccs első komolyabb összecsapását. És a team is biztos. Muszáj lesz védekezni. Yoda, elhasználta a klont, és egy dupla Zeratullal próbálkoznak, eszméletlen ilyen gyorsasággal szedik ki. De könnyedén szerzi meg a backline. Dubs vagy Prisma, nem is láttam. 2-2 a tribute állás, következő tribute fog majd dönteni, aki ezt megszerzi. Ez hatalmas erőre szerteni. És minél később, annál jobb. Nagyon szépen a teammate elterelte a Dignitas figyelmét, és megijesztette őket a Zeratul párossal, mintha bekerítenék őket, de ez elég volt ahhoz, hogy ellopják a tribute-t. Még nincs vége a meccsnek, még fogadni most kéne, úgyhogy én leteszem a szavazatomat imellett. Legyen a Dignitas, de csak azért, mert akkor még nem lesz vége a meccsnek. Én is a Dignitas mellé tenném a voksomat. Egyébként kiegyenlített a meccs, az XP-ben is, és tributálásban is látszik. Érkezik az első olyan tribute, amit tök mindegy melyik csapat tud megszerezni, Curse lesz. Érkezik a Molten Core, amivel messziről próbálják zavarni a Team Dignitas tagjait. Ne tudják felvenni. Sikeres a fiszkálódás, és zónáznia kell a Dignitasnak, de így a Molten Core el van használva ilyen pókolgatásra, és ez nagy hiba lehet
kijött a Clancy, könnyedén csúszik hát Justin, de a tánc nála van. Ott volt a smash, és egy 4-es, 3-as, 2-es tánc volt, amit azonnal szakítottak. Edge Australian nagyon jó. Dream is. És... hol meg? Yodának a klónja halt meg. Így még mindig 4 a 5 ellen. És jó a tánc, nagyon jó a tánc, újra lehetett használni, mert elhasználás előtt szakították, és Zélia is meghal. 4 halál egyért, gyönyörű játék. Justintől piros pont a táncért. Ez a tánc kellett, mert a fight-ot fight-ban vesztésre álltak. Viszont ez a tánc az egészet megfordította, és a Dintesznek esélyesen maradt, miután 3-on belekerültek a mospitbe. Hát én már megváltoztatnám a szavazatomat. Na, nem így működik, kell ez a karizom. Így van. Bent nagyon hasznos az a camp, amit indítottak. Az biztos el is fogja hozni a fortot, könnyedén is ingyen. Mi Bakery menekülnek, addig JPL engage-elt jó kis Izmára. A Prism is jön hátra is, Gust. Prisma elhasználja a Sulfurous Smash, de nincs elég sustain-e, így egy kill-t szerez a Dignitas, és meg tudja védeni a középső fortot. Egyelőre nem szenved olyan nagy károkat a Dignitas, mint amilyet egy Curse-től amúgy lehetne, de az tény, hogy már lassan másfél szinten le vannak maradva. Snitchért uglik be Glaurung egész mélyen, de végül ott hagyja. Hihetetlenül rossz ez a jordás klónok. Ezt gondolom te is észrevetted, hogy használhatatlan szinte. Mindig akkor jön, amikor nem kéne, amúgy sem sebez sokat. Védeni sem véd, csak úgy elforlad. Kijön és megy is, könnyen jött, könnyen megy, de lehet, hogy pont ez a céluk, és csak figyelmelterelésre használják. Mert akármit is csinálnak a teammates fiúk, egyenlőre működik. Ők uralják a játékmezőnyt. Hát ugye a Curse miatt, most ugye újra boss rotáció, mindenki elhozza a saját oldalért. Na Hero League-ben ilyet kevesebb látni, de azért néha előfordul. Ilyenkor csak idegeskedsz, hogy miért nem hallgatnak a pingedre, te pedig csak 3-at tudtál pingelni. Már többet is lehet egyébként. De... már lehet ötöt, azt hiszem. Ki is húzzák a mind a két oldalról a boss-t. Talán Team 8 oldalról. A kis camp elhozásával gyorsabban le lehet védeni azt a bizonyos boss-t. Ugye indítják is Prisma és Justin kezdeményezre. Nincsen különösebb fókusz egyik bosson se, bármint lekövetés, mindenki védekezik, inkább nem támad. Mindenki tartogatja inkább a saját fortját. Viszont ezt nem szabad elfelejteni, a Dignitas most jóval közelebb a Curse megszerzéséhez. És egyelőre talentelőny nem olyan vízes lévén, hogy mindjárt 16-osok lesz. A Dignitas ugye meg le tudja védeni a képet, még Prisma tudta jól megvédeni a Molten Core-ral a saját képüket. Mind a két oldalról tükörben ugyanaz történt. És ott a healing reduk. Varianon. Nagyon jó. Ugye az Ancestral Healing így 40%-kal kevesebbet sebez. Igen. Hát heal damage, hát... furcsa az angol. És érkezik a Curse. Mind a két csapatnak megvan a 16-os talent, ha bár a teamét egy szint előnnyel rendelkezik, ami egy kis minimális HP és sebzés pluszhoz juttatja őket. Érdekes, hogy alacsonyak a sebzések, menének van 13, talán ővé a legjobb. És Zélia kezdi tekergetni Arthas-szal. JPL pedig kivár a bokorban, tökéletes engage a Justin-ra, de időben visszalöki, és így nem tudott engage-elni jól. Yodának egy hatalmas, rossz... Rossz, nem mondanám, Snitch teljesen elment utána. Ez egy kicsit késve ért ide. Az Ancestral Healing nem volt túl használható, de annyira pont jó volt, hogy túlélje. És nincs lehet bajban, ugye Garlung még mielőtt levipolt az egész team, azelőtt megszerezte Falstedet is.
És... Menéttel láthattunk egy nagyon jó kombót Leemingből kiosztva. El is így van. Két tagot a teammateből. Talán ezért mondanám azt, hogy Leeming a legbalanszolatlanabb hős a játékban, mert egy ember meghal, utána olyan szintű power spike-kal meg van áldva, hogy így végigpattog mindenkin, meg három Arcane Orb egyszerre, hogyha éppen három embert is megölnek. És érdekes, hogy túlságosan sokáig várnak Bakeriék. Ezt el kellett volna szedni hamarabb az én világomban, vagy nem tudom, én gondolatmenetem szerint. Hoztam volna minél hamarabb, amíg még halott a teammate. Vagy talán a boss miatt várt ennyire? Nem, az sem elérhető. Hamarosan meglátjuk, hogy miért. Miért vártak ennyit? Az idő nagy érték, és sokat elvesztegette belőle. Mindjárt meglátjuk, hogy miért. Hát nagyjából semmiért nincsen különösebb akció. Zilliáit lehetne bajban, nagyon jó Zillia, backline-t védi, Zilliát lehet kiemelni, gyönyörű jó mozgása. Nem a sebzés, a fortan, az elhanyagolható, bárki képes-e, Zilliát lehet kiemelni, hogy hátulról védi a csapatát, gyönyörű játék. Ezzel hátul igyekszik backdoorozni, klónnal együtt mennek, úgyhogy ők fortot akarnak elhozni ketten, Glaurung és Yoda. Yoda kapja a sebzést, így Glaurung tud maradni, az egy fort lesz. Dignitas részéről elesik, kijön a Moltenkor, Prismatic-től ezzel próbálják visszatartani a Dignitas, de nem megy a Moltenkor, nagyon hamar leesik, ott a Root, ott nagyon a Taunt sokáig is kijön, de nem volt elég arra, hogy öljenek, de talán a fortot be tudják húzni a Dignitas-osék is. Nagyon sokáig tart, mire hazaért Szerató lesz hibának mondható, két lényt is meg tud szerezni a Team Dignitas egy körszám. Szép játék, sőt a 20-as szintet is meglépik, de addigra szerintem a teammate is meg tudja szerezni, mire akció lesz. Talán a boss lehet hamarabb, mint a tribute. Talán igen. Viszont mind a két csapatnak muszáj lesz védekezni a bosszal szembe. Lehet, hogy Snitch készül egy Gastra. Nem végül visszavonul a Dignitas. Ne haragudj amúgy, hogy belevágtam. Ez sem baj. Én vágtam, hogy te szabadba. De szép volt ez a felkészülés, mint mondtam, a boss hamarabb spawnol. Nem is tudom, miért nem vagyok masteres, ennyire vágyom a timingokat. De nyilván a csapat a hibás. Ez Zilliáról nem hatható el, nagyon jól tankolja a boss. És a Mighty Gust is kiment, bár már nincsen semmi, amivel meg lehetne szerezni. A Gust nagyon rosszul jött ki, az Ancient Strike nem menti meg. Nem menti meg a Zeratult, de megszerezhetik a teammate csapata a boss, ez nagyon fontos lenne. Ragnaros eszméletlen jó a damage-e AOE-ban, de nem elég. Ragnaros is meghalhat 4 embertől meg az 5-ből. Abatúrnak nincs teste, de Prisma is ott hagyja a fogát. Igazából ez nagyon szörnyű volt a teammate-től, nem tudom, hogy tudtad-e követni a részletekben, de lement a Void Prison, ami nagyon jó volt. 3 vagy talán 4 embert is befogott. És még lent volt a Void Prison, amikor csattant a Sulfurous Smash. Ráadásul későn érkezett utána a Mospit is. A teammate nagyon, nagyon szórakozottan és összeszedetlenül ment bele ebbe a fájba, pedig egy pillanatig a Void Prison láttán azt hittem, hogy ez bizony a teammate be fogja húzni. Egyetértek, én is azt láttam, hogy hát itt a teammate elbírta volna lopni. Ez a Gust az nagyon rossz volt, ez nagyon rossz időben, rossz emberekre jött ki. Várni kellett volna vele egy-két másodpercet, és megvan a boss és nincs fight. Ezért inkább kockáztattak, hogy elbukják. Szóval, 2